Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! 20 millió forintból újítják fel az 50 éve készült épületszárny tetőterét a Bátaszéki II. Géza gimnáziumban. A tető és az ablakok kicserélése mellett új szigetelést és burkolatot is kap majd a tetőtéri tanterem. A Szekszárdi Tankerületi Központ által finanszírozott projekt egy hónap alatt valósulhat meg. Már kiürítették, és hamarosan a felújítási munkálatokat is megkezdik a Bátaszéki II. Géza gimnázium 50 éves épület szárnyán. A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatásával zajlik a rekonstrukció. A tankerületi központunk 70 iskola épületet működtet, ezeknek az épületeknek a karbantartása az év során folyamatosan történik. És hát ahogy lehetőségünk van, akkor nagyobb mértékű felújításokra, beruházásokra is sor kerülhet. Na, ennek a beruházás sorozatnak a része a Bátaszéki gimnázium tetejének egy részének a felújítása. A gimnázium épületének a belső udvari részén cserélünk tetőt, kicseréljük a tetőablakokat, belül megújul a villamos hálózat, és hát cserélődik a gipszkarton burkolat belül. Amikor a tanulók visszajönnek a digitális oktatásból, és kontakt oktatásban részesülnek a suliban, akkor egy szép, esztétikus, 21. századi informatika terem várja őket, és hát nem utolsó sorban az is fontos szempont, hogy az eddig beázó tető helyett lesz egy új tető, és így védjük az ingatlant és a benne lévő ingóságokat. Az épület részt az 1970-es években alakították ki, a tetőtér akkor még ebédlőként szolgált egészen 2009-ig. Ez tulajdonképpen kimaradt a 2009-es, 2010-es nagy felújításból, amikor a DDOP pályázat keretében a teljes iskola épületet felújították, és most ez megújulhat. Ezt az épületszárnyat az 1970-es években alakították ki, amikor a gimnázium tulajdonképpen ide költözött. Ezen az északi épületszárnynak a tetőterében került kialakításra az ebédlő, tehát ez eredetileg a gimnáziumnak az ebédlője volt. Aztán, amikor 2010-ben átadtuk lent a multifunkcionális aulát és ebédlőt, akkor ez funkció nélkül maradt, és akkor költözött föl ide az informatika terem, illetve egy büfé, tehát ehhez tartozik még egy büfé rész is, amit a diákok nagyon szerettek. Informatika teremnek nagyon alkalmas volt, hiszen a koporsófedél megoldásban be lehetett tolni a számítógépeket, és így 30-35 gépet lehetett a teremben elhelyezni. Egyetlen probléma volt, hogy ezt annak idején nem volt leszigetelve, tehát télen nagyon hideg volt, nyáron nagyon meleg volt, és nyilván akik a gépnél ülnek egy órát, azoknak ez problémát okozott, és természetesen a számítógépeknek is. Így most a jelenlegi felújítás a teljes tetőtér felújítására sor kerül. Ez azt jelenti, hogy a külső födém is, tehát a teljes külső tető felújítására, és belül pedig ennek a belső beépítésnek a teljes cseréjére. A felújítás után is itt lesz az informatika terem, és a büfé is visszaköltözhet régi, de megújult helyére. A beruházást 20 millió forintból valósítja meg a Szekszárdi Tankerületi Központ. A munkálatok körülbelül egy hónapig tartanak majd. Belterületi buszmegállókat újítanak fel Bátaszéken. A munkálatok a napokban kezdődnek el, és nagyjából két hónapig tartanak majd. A kivitelezés egy forintjába sem kerül az önkormányzatnak. Az ideglenes buszmegállók helyének kiválasztásáról egyeztet Bátaszék polgármestere, a Magyar Közút és a kormányhivatalhoz tartozó közlekedési felügyelet munkatársa. Ugyanis a napokban kezdetét veszi a Budai úton és a Szentháromság téren elhelyezkedő buszmegállók felújítása. Bozsolik Róbert polgármester azt mondja, már korábban jelezte a Magyar Közút felé, hogy a bátaszéki buszöblök műszaki állapota egyre romlik, és szükségesnek találják a felújításukat. Néhány évvel jeleztük a Magyar Közút felé, hogy a bátaszéki buszöblök műszaki állapota egyre rosszabb helyzetben van, hiszen kikátyusodik, és kezdeményeztük, hogy lehetőségeik szerint próbálják ezt a helyzetet orvosolni. Néhány nappal ezelőtt kaptuk a hírt, hogy még ebben az esztendőben erre úgy tűnik, hogy lesz lehetőség. Egyeztetéseket folytatunk a Magyar Közúttal, illetve a közlekedési vállalat illetékeseivel, hogy az építkezés idejére hol tudunk ideglenes buszmegállókat kialakítani.
kérjük a lakosoknak a türelmét, hiszen ezek a munkálatok mintegy 60 napot fognak igénybe venni, hogy addig az ideiglenes buszmegállókat vegyék igénybe, ott folytassák majd a tömegközlekedést, és hát igyekszünk, hogy minél gyorsabban a közút bevonásával ez a beruházás be tudjon fejeződni. A felújítás során elsősorban a kátyús öblök térkövezését szedik majd föl és cserélik ki. Az önkormányzat kéri a város lakosságát, hogy a megnövekvő forgalom miatt a Szent István tér környékén körültekintően kellő óvatossággal közlekedjenek. Az építkezés várhatóan már ezen a héten el fog kezdődni, a hét második felében, és a kivitelező tájékoztatás alapján időjárás függvényében mintegy 60 napot fog majd igénybe venni. A beruházás teljes költségét a Magyar Közút Nonprofit ZRT viseli. Műszaki tartalmában az ő általuk meghatározott műszaki tartalom szerint fog megvalósulni a felújítás. A város önkormányzatának tehát nem kerül költségébe a felújítás. A járvány miatt minden korábbinál nagyobb szükség lenne a véradókra. A számok azt mutatják, sokan nem mernek ilyen módon segíteni embertársaiknak. Tolna megyében idén eddig nagyjából 800-dal kevesebben adtak vért, mint egy évvel korábban. A napokban az Országos Vérellátó Szolgálat Bátaszéken szervezett véradást. Csak néhány másodperc és rövid ideig tartó enyhe szúró érzés, és már bent is van a tű az ember karjában, amivel vért lehet tőle venni. A napokban Bátaszéken rendezett véradást az Országos Vérellátó Szolgálat. Pásztiver azt mondja, idén eddig Tolna megyében nagyjából 800 fővel kevesebben nyújtották a karjukat, mint a korábbi esztendőkben. A vérkészítmények nélkülözhetetlenek a betegek gyógyításában. Számos olyan betegségállapot van, ahol a beteg gyógyulásához a vér abszolút szükséges. Talán legelőször is a súlyos műtétek jutnak eszünkbe, ha arról van szó, hogy kinek is van szüksége vérre, de számos belgyógyászati betegség kezeléséhez szükséges, sokszor rendszeresen adott vérkészítmény. Mondjuk egy leukémiás kisgyermek gyógyulásához sokszor hosszú hónapokig adott vérkészítményekre van szükség heti vagy napi rendszerességgel. A vér semmi mással nem pótolható, így egy transzfúzióra szoruló beteg gyógyulásához mindenképpen egy másik egészséges ember vérére van szükség. A mai koronavírus járványos helyzetben is igen fontos a véradás, hiszen a betegeknek ugyanúgy szüksége van vérre, mint bármikor máskor. Véradóink egy része azonban betegség vagy koronavírus kockázat miatt nem tud vért adni. Véradási helyszíneken a szervezés is kicsit nehézkesebb, így nagyon nagy szükségünk van mindenkire, aki egészségesnek érzi magát, és úgy gondolja, hogy véradásával szívesen segítene. Főként a járvány kezdeti tavaszi időszakában maradtak el véradásaink, és összességében kb. 800 fővel kevesebben adtak vért az év első 10 hónapjában, mint a tavalyi év hasonló időszakában, de hozzá kell tennünk, hogy a kórházak vérfelhasználása is kicsit kevesebb volt a szokásosnál. A vérellátó szolgálat munkatársai most különösen nehéz helyzetben vannak, mert például munkahelyeken szinte alig szerveznek véradást, az iskolákban pedig egyáltalán nem tudnak ilyen eseményeket tartani. Véradási eseményeink nagy része külső helyszínen zajlik, munkahelyeken, művelődési házakban, iskolákban. Munkahelyeken korlátozottabb a véradások szervezése, részben összességében a járványhelyzet, részben a betegségek, részben az otthoni munkavégzés miatt. Iskolákban nem tudunk véradást szervezni, hát a 18. életévüket betöltött fiataloknak külön véradási eseményeket szerveztünk a vérellátóban. A művelődési házakban szerencsére a véradási eseményekre nem vonatkozik a tiltás, így megyénkben a településeken tervezett véradások megtarthatók. Jelenleg a vérkészítménykészlet kiegyensúlyozott, kicsivel kevesebb a véradók száma az ilyenkor szokásosnál, de főként a tervezett műtétek korlátozásával csökkent a vérkészítmény felhasználás is. Koronavírus szűrés nem történik véradással kapcsolatban, mert ez egy cseppfertőzéssel terjedő betegség, így magával a vérkészítménnyel nem átvihető. Ezek a szigorú elővigyázatossági intézkedések elsősorban a véradók meg a dolgozók biztonságát szolgálják. Bár koronavírus szűrés nem végeznek, mégis nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra a véradásokon. Külön nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságra a véradási eseményeink helyszínén. Belépés előtt hőmérsékletmérés történik, illetve egy tájékoztató tábla elolvasására kérjük véradóinkat, amin a koronavírus kockázati tényezői szerepelnek. Csak az léphet be a véradás helyszínére, aki egészséges és nem volt kitéve koronavírus fertőzés veszélynek.
megkérjük viradóinkat, hogy fertőtlenítsenek kezet, illetve maszkot igény szerint biztosítunk, hiszen a maszk viselése a viradás egész folyamata során szükséges viradóink számára, és hát természetesen a dolgozók számára is. Emellett a megfelelő távolságok tartásával, illetve szükség esetén a viradás helységeiben a bent lévők létszámának korlátozásával nyújtunk biztonságos körülményeket viradóink számára. Pászti Vera azt mondja, most még a korábbiaknál is nagyobb szükség van az olyan emberekre, akik így segítenek másoknak, mert a koronavírus járvány miatt sokan félnek vért adni. 1992-ben az alsó tagozatosok nagy lelkesedését látva indult a rajztagozat a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskolában, ahová óvodából rajzaik alapján kiválogatott gyerekek kerülhettek be. Bánki Erika pedagógus szerint elsősorban nem az a cél, hogy művészeket neveljenek, hanem hogy a gyerekek megszeressék az alkotást. Az immár 50. alkalommal megrendezett Tolnamegyei gyermekrajzpályázaton a bátaszéki iskola tanulói eredményesen szerepeltek. Nagy népszerűségnek örvend a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola rajztagozata, ahová óvodából rajzaik alapján kiválogatott gyerekek kerülhetnek be. A rajztagozat beindítása kedvező fogadtatásra talált mind a diákok, mind a szülők és az iskola részéről is. Bátki Erika pedagógus úgy fogalmaz, beigazolódott, hogy folyamatosan fenntartható és felső tagozatba is átmenthető az alkotó munka szeretete. Én ide kerültem 91-be, félállásban kezdtem el tanítani, és akkor rajzszakkört vezettem kicsiknek is, és azt vettem észre, hogy egyre több kicsi jön, és már lassan nem férünk be a terembe, és jobbnál jobb munkákat produkáltak, kiállítottam őket, eredményeket értek el, és akkor a következő évben oda mentem az igazgató úrhoz, hogy hát ha kicsik ennyire lelkesek, akkor érdemes lenne ezt folytatni, úgyhogy elsőtől rajztagozatot indítani, hogy tulajdonképpen azt, amit óvodában elkezdtek, ezt a nagy örömet a rajzos kifejezés iránt, azt tudják folytatni, ugyanis egy kis gyereknek minimális óraszámban van csak rajzórája, és így rögtön, ha tagozat van, akkor délelőtti órákban kettő, délutáni órákban kettő órája lesz, és ez a 4 óra talán elég lesz ahhoz, hogy fent tudjon maradni ez az érdeklődés, és ez a kedv, ami a rajz iránt van bennük, mert az óvodásban benne van ez a rajz fontossága, és annak a rajznak a kifejező szerepe az óvodásnál nagyon lényeges, hogy ezzel elmond dolgokat, amit másképp nem tud kifejezni. Tehát ezt folytassuk, ez volt a cél. És végül is be is igazolódott, hogy 28 éve már működik, igényelik tulajdonképpen a gyerekek is, és a szülők is, mert már megszűnt volna, ha nem így lenne. Mindig jön egy újabb első osztály, akik rajzosok, és 8. rajztagozatosok. A tanító azt mondja, elsősorban nem az a cél, hogy művészeket neveljenek, hanem hogy a gyerekek megszeressék az alkotást, és ki tudjanak kapcsolódni a felgyorsult, modern mindennapokban. Ösztönző hangulatú órákon egymást inspiráló légkörben tapasztalják meg az alkotó munka értelmét, szépségét a diákok. Szinte minden évben van olyan, aki művészeti iskolába jelentkezik, és nagyon sok gyereket már felvettek, és végül is az egész pályájukat meghatározta, mert középiskolában, művészeti középiskolában jártak, majd elmentek, sikerült az egyetem is nekik, többükből különböző ágon lettek művészek, építészek is lettek, amik rokon szakma. Tulajdonképpen fel lehetne sorolni sok gyereket így, akik elvégezték iparművészeti vagy képzőművészeti egyetemet, de nem ez a cél. Tulajdonképpen nem az a cél, hogy művészeket neveljünk, hanem az, hogy ez a kifejező eszköz még fontos maradjon. Amikor dolgozik, akkor szeressen dolgozni, és ebben a tevékenységben jól érezze magát. És hát jelentsen számára ezt egyszerre kikapcsolódást, elmélyülést, amikor dolgozik tulajdonképpen egy jó munkánál, megszűnik a külvilág, és teljesen átéli magát, beleéli magát ebbe. Szerintem ebben az időszakban, amikor a mobiltelefonok ilyen népszerűek, és tulajdonképpen nagy többségében az idejüket a telefonnal vagy a számítógéppel töltik a gyerekek, még jobban érzem azt, hogy felértékelődött ez a dolog, mert itt tulajdonképpen nálunk nincs ilyen. Vetíteni szoktam számítógépről, projektorral, mindig kezdésnél. Használjuk zenét, hallgatunk rajta, de tulajdonképpen azt a szerepét, amit úgy szoktak, azt most így nélkülözzük, és tulajdonképpen így
Hát az a célunk, hogy kreatív, alkotó szellemű gyerekek legyenek, és az érzékenyek, személyiségükben gazdagok legyenek ezek a gyerekek. Tehát egy kicsit másképp lássák a világot. Szeretek rajzolni, meg szeretem, amikor rajzolhatok itt a festészeten. Festek, vagy anyagozok, nekem mindegy. Én így is, úgy is szeretem. A diákok rendszeresen eredményesen vesznek részt megyei, országos és nemzetközi rajzversenyeken, melyek kiállításain az iskolát képviselhetik. Ilyen a Tolna megyei gyermekrajz pályázat is, melyet a Babits Mihály Kulturális Központ szervez, és idén már 50. éve került megrendezésre. A jubileumi évforduló alkalmából a Szekszárdi Művészetek Házában lettek kiállítva a gyerekrajzok. Nagy öröm, hogy az iskolánkból 6 tanuló lett a díjazottak között, és köztük ketten vannak, akik a zsűri elnökének a külön díját kapták. Ezek még jobban ki vannak emelve, mint a többiek így. 16 iskola indult ezen a pályázaton, és körülbelül majdnem 298-300, lehet mondani 300 munkát állítottak ki, tehát ennyi volt be is beküldve. Én 13 munkát, vagy 12 munkát küldtem be, és akkor így lett ebből 6 díjazott. Dani képét, ugyanis ő képe szerepel a minden oklevélen. Gratulálunk, Dani, nagyon erős, szép munkát végeztél. Az őszi madarak, hogy vonulnak, és hát mennek el az őszi tájban. Díjat nyertem vele, meg az oklevelen is rajta van a madaram. Diófapáccal rajzoltam, és festettem. A tanulók rajzait már több alkalommal felhasználták, éves asztali és fali naptárakban, óriás plakátokon, kiadványokban, pólóra nyomtatva, porcelánon, de megjelent egy bátaszéki diákok által illusztrált verses kötet is. Miközben készül a vacsorának való, az udvaron egymást érik a történetek a korábbi disznóvágásokról. A kondérban a zsír mellett fő az elengedhetetlen forradbor, a konyhában pedig az asszonyok sürögnek. A bátaszéki németek minden esztendőben összejönnek egy igazi disznóvágásra. A cél az együttlét, mindenki annyit vállal a munkából, amennyit ideje és eleje engedi, hogy aztán este közösen elfogyasszák mindazt, ami napközben készült. Igen, fontosnak tartjuk a gasztró hagyományokat is őrizni, mert a mai fiataloknál, a mai tizenéves korosztálynál egyre nehezebben, illetve nem nehezebben, hanem egyre múlófélben van ez a hagyomány a házaknál, ugye, tehát nem tudják már a mai fiatalok, nem, hogy készültek annak idején a disznótoros vacsorához készült, meg a dolgok, és úgy gondoltuk, hogy ezt megpróbáljuk átadni a fiataloknak. Hát úgy szerveződik ez a nap, hogy az egyesületi tagok ki vannak értesítve, hogy melyik napon jön létre ez a disznótor, és akinek van kedve, tehát nincs kötött létszám, akinek van kedve, és úgy érzi, hogy ide tartozik közénk, az eljön, és szívesen látunk mindenkit. Arról szól ez a mai nap, hogy itt jól érezzük magunkat, együtt vagyunk, és egy kis közösségformáló céllal is működik ez a mai nap. És persze egy rendes disznóvágáshoz édesség is jár, amiről a bátaszék kisvábság ikonikus alakja, mindenki náni nénie gondoskodik. Figyelem, ilyen egy hamisítatlan svábrétes. Ezt a tésztát előbb csinálom, mert annak sokáig kell pihenni. És akkor bekeverem az összes tölteléket, a griszt meg kell pirítani, fölengedni, és akkor megpuhul. És amikor már a rétes tészta már annyira szétment, amikor már jó sokáig pihenni, jó létakarni, mert akkor lesz olyan fönt a
és jó lekült akarni, nehogy megszáradjon a teteje. És akkor lehet látni, amikor már úgy széjjel megy, és akkor lehet kezdeni nyújtani. Zsírral meg kell kenni, és akkor a tetejét is zsírral. Nem akarjuk a hagyományokat veszni, hagyni, mondja Séfer István, és nem jó, ha a gyerekek úgy tudják, hogy a csirkét nejlon zacskó borítja, mert csak ezt ismerik. Itt kialakult mindenkinek, a hölgyek bent a konyhába ténykednek, a sütéssel vannak elfoglalva, a férfiak pedig a kinti munkába, és mindenki, aki mihez fér hozzá, azt csinálja. Tehát kialakult feladat, mint több fiatalra számítottunk, hogy érdeklődik ez iránt, de úgy nézem, csak a családtagok fiataljait sikerül bevonni ebbe a mai napban. Ma már úgy viszik haza a háztartásokba a készterméket, hogy megveszik az üzletbe, be van csomagolva, és nem tudják, hogy honnan került oda az asztal, hogy kerül oda az asztal, vagy honnan kerül az asztalra az étel, vagy hogy készítik el azt az ételt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!